A falvak és községek életében mindig fontos szerepe van a fejlesztéseknek. Azoknak köszönhetően szebb körülmények között tudják fogadni az odalátogatókat, valamint a lakosoknak fejlettebb szolgáltatásokat tudnak nyújtani. A kormány célja ezen települések fejlesztése volt, amikor létrehozta a Magyar Falu programot. Tolna megyében számos település nyert milliós nagyságrendű összegeket arra, hogy épületeket újítsanak fel, vagy programokat szervezzenek. Kaposszekcső is egyike azon községeknek, amelyek sikeresen pályáztak a Magyar Falu program közösségi terek fejlesztésére szolgáló pályázaton. A hagyományok, a zene és az egészség jegyében ez volt a projektünk címe, aminek az a lényege, hogy egy Kaposszekcső lakosságának a megtartó erejét, a fiataloknak az elvándorlásának a visszaszorítása, az identitástudat erősítése, a közösségi házunk, ami nekünk ugye a kultúrcentrumunk is, ezt szerettük volna felújítani, és a rendezvényeinkhez elég gyászos volt eddig az eszköztárunk, és ehhez szerettünk volna hangosítást, fényeffektusokat és egyebeket, és erre nyertünk mi, hála Isten, 100%-osan a kért pénzforrásból, amit kértünk 100%-osan, 19.761.938 forintot. És a településnek van is mire fordítani az elnyert összeget. Kaposszekcső polgármesteres tábunknak megmutatta, hogy a közösségi ház mely részei szorulnak fejlesztésre. Megsüllyedt itt teljesen az ajzatunk és elengedett több helyen, ezért ez a teljes ajzat lesz kicserélve. Aztán a korszerűsítve lesznek a világítást, tehát ledes világítást fogunk alkalmazni majd. Többek között külső burkolatot is kap majd, valamint klímát telepítenek a közösségi házba, mert a nyári melegben szinte elviselhetetlen az ott lévő hőmérséklet. A közösségi ház épület felújítására fogunk 14.778.638 forintot fordítani. Itt a belső tereket fogunk másképp kialakítani, a meglévő számítástechnikai termet le fogjuk zárni, egy raktárhelységet fogunk kialakítani, hiszen mindig probléma az embernek otthon is, mit hová rakjon, hát egy falunál is ugyanígy működik ez. A közösségi háznak is vannak eszközei, amiket el kellene zárni és egyéb. Aztán klimatizáljuk a helységet, és a külső homlokzat viszont szigetelést kap, és újra színezzük az épületet azokból kifolyólag. Én úgy gondolom, hogyha ez a program biztos, hogy tud segíteni abba, hogy azok a települések, ahol sokkal kevesebb lehetőség volt fejleszteni infrastruktúrát és egyebet, hogyha a polgármesterek élnek azokkal a lehetőségekkel, hogy pályáznak, és egy kis önerővel lehet, hogy még hozzá tud, akik tud, hozzá tud segíteni, az biztos, hogy nagyon sokat számít a mai világban az, hogy tudjunk programokat adni, tudjunk a fiataloknak lehetőséget adni ahhoz, hogy legyen hová menni, nem, ne kelljen elmenni kilométereket ahhoz, hogy egy jó előadást meghallgassunk. Tehát itt beszélek arról, hogy a civil szervezetekkel, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt dolgozunk itt nagyon sokat, ahol prevencióra, tehát az EFI-vel is, bocsánat, ahol az egészségtudatosságra, a sok mindenre nevelünk, és hogyha én úgy gondolom, ha ilyen programokkal az ember úgymond kicsit bombázza a lakosságot, biztos, hogy megtalálja mindig azt a réteget, akinek érdeklődése van ez iránt. A dombóvári járásban mindössze két település nyert pénzösszeget a fejlesztésre, Kaposszekcső mellett a másik község Dalmand volt. A polgármester szerint jó, hogy van lehetőség a településeknek megvalósítani az elképzeléseit ezen a pályázaton keresztül. A Magyar Falu program keretében egy mobil színpadnak a megvásárlására és egy közösségszervező személynek a foglalkoztatására pályáztunk. Én nagyon örülök, hogy a Városkörnyéken sikerült nekünk ezt a pályázatot megnyerni. 7.600.000 forintot kaptunk arra, hogy rendezvény a falunapi rendezvényekre, illetve a falu minden rendezvényére
és egy mobil színpadnak a használatára, illetve egy közösségszervező beállítására kaptuk ezt az összeget, ami azt jelenti, hogy számunkra nagyon fontos a közösség még jobb összetartozásának a megerősítése, amiben fontos szerepe lesz majd ennek a személynek, illetve magának a mozgó színpadnak a felállítása is. A rendszerváltást követően minden évben vannak rendezvényeink, és minden évben ugye bérelni kellett például a színpadot, és ez motivált bennünket arra, hogy akkor próbáljunk meg egy színpadot vásárolni, és nyilván ezzel pénzt tudunk megtakarítani, tehát nem kell bérelni, és a közösségszervezőnek meg fontos szerepe van abban, hogy folyamatosan figyelje a pályázati feltételeket, illetve az önkormányzat segítségével rendezvényeket szervezzen a falu közösség részére, amely tulajdonképpen nagyon fontos egy falu életében, hogy sokszor, gyakrabb, tehát minél többször találkozzunk, akár kisebb, akár nagyobb rendezvények alkalmával. Dalmant polgármestere azt mondja, a Magyar Falu Program ugyan nincs hatással a munkahelyteremtésre, de a lehetőség adott, hogy különböző kulturális fejlesztéseket hajtsanak végre, ezáltal pedig rendezvényeik színvonalát erősítsék. Szerintem komoly előnyei vannak, mert csak ilyen formában tudunk hozzájutni pályázati pénzekhez, támogatásokhoz, és tulajdonképpen olyan pályázatokat nyerünk, vagy olyan feladatokra kérjük a támogatást, ami fontos egy település életében. Legyen az most ez a közösségszervező program, vagy legyen mondjuk orvosi eszközbeszerzés. Én meglátásom az, hogy egy Magyar Falvak program keretében ez inkább ilyen közösségépítő és szervező jellegű pályázati rendszer, amennyire én ismerem, mert ahhoz, hogy a településről ne vándorolnak az emberek, nyilván ez is nagyon fontos, de elsősorban a munkahely az, ami biztosítaná a lakosságnak a létszámát, tehát az állandó stagnálást. A Magyar Falu Program első pályázatának a célja a települések népesség megtartó erejének növelése és a kulturális fejlesztés. Erre a kormány 6 milliárd forintot biztosított az első pályázat lezártával.